Elindult a Dombóvár elnevezésű ünnepi logóval feldíszített mozdony, ami egy éven keresztül járja majd Magyarországot. Dombóvár várossá avatásának 50. évfordulója alkalmából létrehozott rendezvénysorozat nem véletlenül indult éppen itt a vasútállomáson. Hiszen, ahogy az ünnepi beszédeken elhangzott, Dombóvár élete mindig összefonódott a vasúttal. Amikor a vasút élte fénykorát, mindig akkor élte Dombóvár városa is. 1872-ben, amikor megépült az első Dombóvár-Gyékenyesi vasútvonal, majd azt követően röviden néhány évtizeden belül 1920-as években már 2000 vasutas volt Dombóváron, és gyakorlatilag egy új városrész, új Dombóvár jött létre. Ezt követően megkoszorúzták a Dombóváron született egykori horvát bán Frankó Vlasics, a magyar és a horvát történelem kimagasló személyiségének szobrát. Az eseményeken Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki az elmúlt időszak városi fejlesztéseit emelte ki, valamint azt, hogy az idei év az együttműködésről, az emberi szolidaritásról szól. A közös ünnepségnek a megszervezése is, lebonyolítása is azt bizonyítja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak és a városi önkormányzatnak a város érdekében mindig közös célokat kell megfogalmazni és együtt kell működni. Örülök, hogy ez már az idén meg tudott valósulni. A koszorúzást követően az áprilisról szeptemberre halasztott gálaműsor vette kezdetét a Tinódi házban. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság volt elnöke, és Orbán Balázs miniszterhelyettes, a parlamenti és stratégiai államtitkár mondott beszédet. Mindketten azt emelték ki, hogy Dombóváron számos fontos személyiség született vagy alkotott. Hiába bonták meg a városi titulust, közigazgatás néha furcsa szeszély folytán 1878-ban Dombóvártól a település jelentőségét, lokális központ szerepét mindez nem csorbította. Ezt a szerepet mutatja az is, hogy a városban és a várban számos jeles személy élt vagy alkotott itt már akár a 16. századtól kezdődően. Az ünnepi műsor a városi kitüntetések átadásával zárult.